Mosolygos szép napot kívánok a kedves nézőknek, Szilágyi Eszter vagyok. A tegnapi borongos hangulatú időjárás Szombathelyen ilyen látványos naplemente búcsúztatta, Tihanyi István örökítette meg ezeket a színpompás perceket. Köszönjük szépen neki, és várjuk nagy-nagy szeretettel további időjárással kapcsolatos fotóikat a már jól ismert meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. A borongós, többfelé csapadékos időjárást egy melegfront okozta, ennek felhőzetét még láthatjuk a műholdképen, viszont ez a melegfront gyorsan tovarobogott kelet felé, elhagyta a Kárpát-medencét, és nyomában már az éjszakai órákban felszakadozott a felhőzet. Így a mai nap folyamán is a napsütést élvezhetjük, országszerte a napsütés lesz a főszerepben. Valamelyes többfelhő az égen, elsősorban a felvidéki, valamint a kárpátaljai tájakon lehet felettünk, és eleinte még Kárpátalján gyenge, csepergő eső előfordulhat, de a nap második felében itt is alább hagy a csapadék, és egyre inkább felszakadozik a felhőzet. Többfelé ma is feltámad a délnyugati irányú szél, és főként a Kárpát-medence északkeleti körzeteiben meg is erősödik. Ez a nyugatias áramlás azonban már meleg levegőt szállít hozzánk, így nagy területen 20 fok közelében tetőzik ma a hőmérséklet. A következő napokban azonban picit lejtőre kerül majd a hőmérséklet, holnap egy markáns hidegfront érkezik meg hozzánk, amely az ország nagy részén 7-10 fokkal visszaveti majd a hőmérsékletet, de drasztikus lehűlésre azért nem kell készülnünk, csupán arról van szó, hogy a hőmérséklet az ilyenkor március közepén megszokott átlagos tartományba kerül vissza. Az éjszakai órákban ismét előfordulhat majd gyenge fagy, de a nagyvárosokban továbbra is általában pozitív tartományban alakul a hőmérséklet, és ami az égképet illeti, holnap a felhőzet lesz túlsúlyban elfelettünk, a hidegfront csapadékot is hoz magával, a következő napokban azonban már ismét száraz és napsütötte időig érkezik. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!